Antony Blinken amerikai külügyminiszter keddi kijevi látogatásán hangsúlyozta Washington hosszú távú elkötelezettségét Ukrajna biztonsága mellett. Az Egyesült Államok külügyminisztere sajtótájékoztatót tartott. Beszédében nem közölt konkrétumokat, de hangsúlyozták, hogy Ukrajna számíthat partnereire a fenntartható hosszú távú támogatásban. A miniszter meglepetésszerű látogatásra érkezett Kijevbe. Az utazás célja állítólag az volt, hogy erős, megnyugtató jelzést küldjön az ukránoknak, akik nyilvánvalóan nagyon nehéz pillanatban vannak. Eddig több mint 30 ország csatlakozott az Ukrajna támogató közös nyilatkozathoz, amely a hetek csoportjának közös nyilatkozatát tartalmazza. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Dánia, Olaszország, Kanada, Hollandia, Finnország és Lettország már kétoldalú megállapodást írt alá Kijevvel. Andrei Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője elmondta, hogy Ukrajna célja, hogy májusban hasonló kétoldalú biztonsági megállapodást kössön az Egyesült Államokkal. A saját 10 évre szóló megállapodásunk értelmében az Egyesült Államok az alapvető képességek egész sorában támogatni fogja Ukrajna védelmét és biztonságát. A légierőtől a légvédelemig, a drónoktól az aknamentesítésig, mondta Blinken. Ha Oroszország vagy bárki más megtámadná Ukrajnát, azonnal a legmagasabb szinten fogunk együttműködni Ukrajnával, hogy összehangoljuk, hogyan segíthetünk visszaverni a fenyegetést, tette hozzá az amerikai külügyminiszter. Blinken nyilatkozott Ukrajna és a NATO kapcsolatáról is, amely szövetséghez az ország csatlakozni kíván. Önöknek van mit tanítaniuk a szövetségnek. A NATO biztonságosabb lesz az önök hadseregével az oldalunkon, fogalmazott. A tárcavezető kijelentette, hogy az Egyesült Államok lépéseket tesz annak érdekében, hogy növelje a NATO szerepét egy rugalmas, ütőképes ukrán haderő kiépítésében, a folyamatban lévő reformok támogatásában és Ukrajna jobb integrálásában a szövetségbe. Antony Blinken elárulta, hogy létezik egy terv arra, hogy Ukrajna képes legyen katonailag, gazdaságilag és demokratikusan is a saját lábára állni, hogy Amerika támogatása fenntarthatóbb szintre álljon át. A kelet-ukrajnai Harkiv megyében stabilizálódott a harci helyzet, az ukrán erők visszaszorítják az ellenséget a területről, az északkeleti Oroszországgal úgy szintén határos Szumi megyében pedig még nem észlelték az orosz hadsereg aktivizálódását. Jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke egy keddi TV műsorban. A hírszerző tíz szavai szerint a harkivi régióban az orosz határ mentén zajló katonai művelet jelenleg is tart. Nem igaz viszont az, hogy az ellenség jelentős sikereket ért el, szögezte le. A térségben kialakult helyzetet azonban meglehetősen feszültnek nevezte, amely nagyon gyorsan változik. Tegnap estétől azonban véleményem szerint erőteljes tendencia mutatkozik a stabilizáció felé, fogalmazott. Kiemelte, hogy az orosz erőket már sikerült megállítani azokon a vonalokon, ameddig előre tudtak nyomulni, az ukrán csapatok pedig kezdik onnan is visszaszorítani őket. Arra figyelmeztetett, hogy az oroszok még nem vetették harcba az összes erejüket. Oleg Szinyahubov, Harkiv megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy kedden az orosz támadások következtében két helyi lakos, egy 80 éves nő és egy 83 éves férfi vesztette életét Vovcsanszk városban, illetve az egyik közeli faluban. Később a kormányzó arról tájékoztatott a Telegramon, hogy több orosz csapásért lakó épületeket a megyeszékhely Harkiv központjában. A belügyminisztérium eddigi adatai szerint legkevesebb 16 ember sebesült meg, köztük 3 gyerek. A légierő előzőleg figyelmeztetett arra, hogy orosz irányított légibombákkal indítottak támadást a harkivi régióra. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki pénteken hivatalos látogatást tett volna Madridban, lemondta spanyolországi látogatását. Erősítette meg a spanyol sajtó a spanyol királyi palota által kiadott hivatalos program alapján. A királyi palota szerda reggel frissítette az uralkodó programját, jelezve, hogy 6. Fülöp király és az ukrán államfő tervezett találkozója, valamint a Zelenszky tiszteletére rendezett hivatalos ebéd elmarad, az okok megjelölése nélkül. A BBC azt írja, az ukrán elnök ugyanis lemondott minden közelgő külföldi utazást, mivel az ukrán csapatok az újabb határon átnyúló támadás megfékezéséért küzdenek északon, és több várost és falut heves tűz alá vettek. Sajtótitkára Szerhéj Nikiforov közölte, hogy az elnök utasítást adott arra, hogy az elkövetkező napokra tervezett valamennyi nemzetközi eseményt halasszák el, és egyeztessék az új időpontokat.
Az Egyesült Államok elhatározottságát hangoztatta Antony Blinken külügyminiszter Ukrajna győzelemhez segítése iránt, amikor kedden Kijevben találkozott Denis Mihály ukrán miniszterelnökkel. Az amerikai politikus kritikusnak nevezte az ukrajnai gazdaság reformját annak érdekében, hogy az Egyesült Államok fenntarthassa a gazdasági segítségnyújtást, valamint hogy Ukrajna képes legyen magánbefektetőket vonzani és előrelépni az Európai Unió felé vezető úton. Antony Blinken megállapította, hogy a közelmúltban Ukrajna számára elfogadott új amerikai költségvetési törvényben szereplő segítségnyújtás elemei már elkezdtek megérkezni Ukrajnába, ami további jelzés annak, hogy az Egyesült Államok elkötelezett egy szuverén, független és életképes Ukrajna léte iránt, és nem fog megállni addig, amíg ezt nem sikerül megteremteni. Denis Mihály ukrán kormányfő beszámolt arról, hogy Ukrajna már megkapta a biztonsági támogatás szükséges elemeit, illetve hogy a legutóbb bejelentett 400 millió dolláros amerikai fegyverszállítmány is elkezdett megérkezni az országba, ami szavai szerint segítséget nyújt nem csak az ellenség megállításában és fenntartóztatásában, de területek visszafoglalásában is, ami stratégiai cél. Előzetesen Antony Blinken tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is, aki a kijevi megbeszélésen közölte, hogy országának két további Patriot légvédelmi rakétarendszerre van szüksége a kelet-ukrajnai Harkív és térsége védelméhez. Az USA egyre inkább aggódik amiatt, hogy az orosz elnök elég hatalomra tesz szert ahhoz, hogy megváltoztassa a háború pályáját, és esetleg visszahozza az egykor borús kilátásokat. A két fél végre elmozdulhat egy tárgyalásos tűzszünet felé, és befagyaszthatja a háborút egy koreai forgatókönyv szerint, jelentette a The New York Times névtelenség mellett nyilatkozó nyugati tisztviselőkre hivatkozva. Megjegyzik, hogy az orosz erők új offenzívát indítottak az ország második legnagyobb városa, Harkív közelében. Az újságírók szerint az amerikai tisztviselők bizakodásuknak adnak hangot, hogy az orosz sikerek nagy részét vissza lehet szerezni, amint az új fegyverek áramlása teljesen megnyílik, valószínűleg valamikor júliusban, írta a The New York Times. A Magyarország kiváló művésze díjat egész Kárpátalja kapta. Így fogalmazott a TV21 Ungvárnak Pál István Szalonna, akit nemrég Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter tüntetett ki Budapesten. Pál István Szalonna Viskén született, zenei indítatását zenetanár szüleitől, Jancsó Katalintól és Pál Lajostól kapta. Nevéhez több kárpátaljai népzenei gyűjtés is kapcsolódik. A Tiszapéterfalvi zeneiskolában tanult hegedülni, majd 14 évesen került Magyarországra, ahol a Debreceni Református Kollégium diákja lett. Emellett folytatta népzenegyűjtő munkáját. Régi zenészmestereket kutatott fel az egész magyar nyelvterületen. 19 éves korában nyert felvételt a Magyar Állami Népi Együttes zenekarába. Az elmúlt években a világ számos országában mutatták be a magyar kultúra értékeit, szépségeit. Megalapította saját zenekarát, a Szalonna és bandáját. Számos elismerést és díjat tudhat magáénak. Kárpátalja híres szülötte, legutóbb a Magyarország kiváló művésze díjat vehette át. Nem vagyok egy díj gyűjtögető, de az élet úgy hozza, hogy időnként kapok egy díjat, egy kitüntetést, és akkor azt hiszem, hogy úgy az ember úgy megáll, és egy kicsit elgondolkozik azon, hogy lehet, hogy tényleg jól csinálja azt, amit csinál, és nagyon sok embernek szerez örömet. Nekem az a legnagyobb kitüntetés és díj, hogy van munkánk, van kinek muzsikálni, van miről beszélni, és vannak még mindig olyan emberek, akiktől mi ezt tanulhatjuk, és továbbadhatjuk. Nagyon megtisztelő volt, hogy Magyarország kiváló művésze lehettem, hiszen ez tényleg egy nagyon magas díj, és azt hiszem, hogy ezt egész Kárpátalja kapta. Az ukrán nőszervezetek világszövetségének szervezésében a háború miatt külföldre menekült ukrán nők helyzetéről rendeztek konferenciát Budapesten. Az eseményt Ukrajna-Magyarországi nagykövetsége is támogatta. Az ukrán menekült nők nemzeti identitásának megőrzése, a diaszpóra ukrán közösségekbe való beilleszkedés nehézségei, a reintegráció megkönnyítése, jogvédelem, szociális segítségnyújtás és az erőszak elleni küzdelem. Ezek voltak a nemzetközi konferencia legfőbb témái. Ez az első olyan nemzetközi konferencia, amely kifejezetten a menekült ukrán nők helyzetével foglalkozik. A legtöbben, akik a háború miatt elhagyták Ukrajnát, az Európai Unió országaiban találtak menedékre. A jelszavunk
egyesüljünk Ukrajna győzelme érdekében. A legtöbb nő már 2 éve távol van a hazájától. Többségük Kelet-Ukrajnából menekült el, például Mariupolból vagy a Luhanszki régiókból. Nekik egyelőre nincs hova hazatérniük. A mi feladatunk, hogy segítsük az európai társadalmakba való beilleszkedésüket. Többségük eddig oroszul beszélt, azonban látom rajtuk, hogy igyekeznek nyelvet váltani és az ukránt használni. Bízunk benne, hogy a háború ukrán győzelemmel fog véget érni, amiután a most külföldön lévő ukrán családok hazatérnek majd. Наші біженки не можуть повертатися, бо більше це східної України. A Novák Vélja, Budapesten működő ukrán civil szervezet fő célja odafigyelni a magyarországi ukrán fiatalokra és családokra. Ennek érdekében számos programot szerveznek az év folyamán. Emellett fontosnak tartják a hazafias események szervezését is. Ukrajna egységének napja alkalmából például több száz ukrán nemzetiségű ember gyűlt össze szervezésükben Budapest központjában, hogy szolidaritásukat fejezzék ki, és egy élő lánccal hívják fel Európa figyelmét Ukrajna további kiemelt támogatásának fontosságára. Legutóbb pedig részt vettek a Nova Days első magyar-ukrán ifjúsági konferencia megszervezésében. Товариство «Нова хвиля» створилося ще в 2014 році. A Nova Hvilja civil szervezetet még 2014-ben hoztuk létre. Akkor még az volt a nevünk, hogy Ukrán-Magyar Partnerség. 2019-ben felkértük Grexa Liliana ukrán nemzetiségi szószólót, hogy kapcsolódjon be a szervezetünk munkájába. Azóta lettünk igazán aktívak. Nagyon hálásak vagyunk Grexa Liliánának, hogy az elmúlt 5 évben mentorunk volt, mindenben segített nekünk. Most azonban felkértek, hogy vezessem júniustól a Novák Vélja Egyesületet, amit örömmel elfogadtam. A célunk, hogy támogassuk az ifjúságot és a fiatal családokat. Felismertük, hogy ebben a nehéz időszakban erre van az egyik legnagyobb szükség. Ezért fontos az is, hogy sikerült megszerveznünk a Nova Days konferenciát, ahol az ukrán fiatalok találkozhattak egymással és politikusokkal is, hiszen az ifjúság a jövőnk. Én nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Nagybereki Tájházban, a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet évadzáró rendezvényére. Rendhagyó rendezvényen zárta fél éves program sorozatát a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet. A Nagybereki Tájházban a beregszászi iskolásoknak szervezett alkalom központi témája pünkösd, a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepének története volt. A gyerekek megismerkedhettek a pünkösdi ünnepkör Bibliában leírt jeleneteivel. Tematikus ügyességi játékokon és kézműves foglalkozáson vehettek részt. A rendezvényen a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola növendékei pünkösdi körjátékokkal szórakoztatták a jelenlévőket. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet évadzáró foglalkozást rendezett ma itt a Nagybereki Tájházban. Ahogy azt tőlünk már megszokott, általában a pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó programmal zárjuk a félévi programsorozatunkat. A mai nap egy kicsit rendhagyónak mondható, hiszen aki nyomon követi a foglalkozásainkat vagy a tájház életét, tudja, hogy ilyenkor egy pünkösdi királyválasztással szoktuk, tehát egy vetélkedős alkalommal szoktuk zárni az évadunkat. A mai alkalom viszont nem így alakul majd. Ezúttal a pünkösdre és annak vallási mi voltára, tehát a bibliai történetre alapozzuk a foglalkozást, ami azt jelenti, hogy a gyerekek a kicsit a pünkösd ünnepkörét járják körbe, tehát a bibliai történetet ismerik meg közelebbről részletesebben. Erre épülnek majd az ügyességi játékaink, és a kézműves foglalkozás során is olyan alkotást, tehát egy pünkösdi ajtódísz készítenek, amely szintén tehát az ünnephez, a bibliai történethez kapcsolódik. A gyerekeknek egy kis édességgel is kedveskedünk a foglalkozás végén, mert kemencében sült turós és almás süteményt kínálunk. A programot színesíti még majd a Tulipán Tanoda előadása is, hiszen ők is egy ilyen tavaszi pünkösdi kis tánccal, körjátékkal készülnek. Mert ők azért szeretik a négypálinka hármasörös szindrómát csinálni. Jó? Ha
60 óra, 23 jelentkező, 15 jól megérdemelt tanúsítvány. A számok is jól mutatják, mekkora sikere volt a Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja néptáncoktatói képzésének. A módszertani programot másodszor szervezték meg a helyi tánccsoportok vezetői vagy segítői számára. A szeptembertől májusig tartó programsorozat alatt a résztvevők a nyíregyházi Antal házaspár által sajátíthatták el a nyírségi, valamint a dobronyi táncok alapjait. A záróeseményre Beregszászban a Pásztor Ferenc közösségi házban került sor. Egy nagyon komplex vizsgán vannak túl, hiszen gyakorlati és elméleti vizsgát is kellett tenniük a felső-tiszavidéki nagy tájegységből, és azon belül különböző táncanyagokkal ismerkedtek az elmúlt, hát mondhatom azt, hogy egy év folyamán a pedagógusok. A Hagyományok Háza hálózat azért jött létre, hogy szakmailag segítse a kárpátaljai táncház mozgalmat. Nem csak a néptáncban, de a táncházzenészek terén, illetve a kézművességben is. Különböző programokat és képzéseket hozunk létre évről évre. És hát ezek a képzések nem csak úgy vannak megszervezve, hogy eljöttem, részt vettem, aztán pedig elmentem, hanem itt számot is kell tenni majd arról, mindarról, amit az elmúlt egy évben tanultál, hogyha 60 órás képzésben veszel részt. A képzés intenzivitását jól mutatja az is, hogy az oktatók szerint is nagy fejlődésen mentek keresztül azok a kárpátaljai pedagógusok, akik a néptánc melletti elkötelezettségük jeléül részt vettek a képzésen. Ezek a pedagógusok azt gondolom, hogy meg is érdemlik azt, hogy foglalkozzunk velük, hisz ebben a helyzetben, ahogy itt élünk, vagy itt megy az élet most, abban a helyzetben egy erőn túli dolgot kell nekik tenni, hogy a magyar kultúrát próbálják életben tartani, azoknak a gyerekeknek továbbvinni, továbbadni, akik itt vannak Kárpátalján, és én összességében úgy értékelem, hogy büszke vagyok rájuk. Azért, mert mindig jöttek, kitartóan végigcsinálták a foglalkozásokat, és foglalkozásra fejlődtek. Tehát lehetett kézzelfogható fejlődés volt az, és most nagyon jó, hogy például a vizsgát azt fel is vettük videóra, és ezt a Hagyományok Házában ezt le is fogjuk adni, majd, hogy ők is tisztában legyenek azzal, hogy milyen szakmai anyagot kaptak, mint módszertanilag, mint pedig olyan tánctechnikai és táncmatéria beli anyagokat, amelyeket itt a 9 hónap alatt sajátítottak el. A módszertani képzés során is felmerült az a probléma, amely most egész Kárpátalját sújtja. Férfiak hiányában a női oktatóknak a saját lépéseik mellett a férfiak koreográfiáját is meg kellett tanulniuk. Én amikor elkezdtem tanítani, akkor ugyanígy egyedül tanítottam, mint nő, és ugyanúgy meg kellett saját magammal küzdeni azokon a lépéseken, amit egy fiú, el kellett közvetítenem, tehát női tanárként, ugyanúgy a fiúkat tanítottam. Az itt résztvevő hölgyeknek egyébként sokkal könnyebb helyzetük van, mert hogy Roland már konkrétan a kezükbe adta azt, hogy hogyan érjenek célt a fiúknál, míg mondjuk 1998 tájéken én például saját magam bőrén tapasztaltam ezt végig, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy 150%-ban tudják hasznosítani az itt megszerzett tudást. A tanúsítványátadót megelőzően a résztvevők egy egész napos vizsgán vettek részt. Az elért eredményeik alapján pedig különböző minősítésű okleveleket vehettek kézbe. A mostani alkalommal a pedagógusaink 60 órás képzésben vettek részt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlati és elméleti anyagot is kaptak folyamatosan, és hát számadás is történt. Tehát ha azt mondhatom azt, hogy nem babra ment a játék, itt valóban komolyan foglalkoztak velük a szakemberek, és évvégén egy komplex vizsgát tettek, mind elméleti, mind gyakorlati vizsgát, mind abból, amit tanultak, és hát különböző minősítést értek el. Gyakorlatilag volt olyan, 23-an jelentkeztek az elmúlt egy évben erre a képzésre, voltak, akik lemorzsolódtak, a mai napon ugye 15-en szerencsésen vizsgát tettek, és ez a 15 ember különbözőképpen minősült. Tehát volt, aki jól minősült, és volt, aki kiválóan is minősült a mai nap folyamán. Ez annak is köszönhető, azt is figyelembe vették a pedagógusok, hogy hogyan teljesítettek a mai vizsgán, illetve az elmúlt 9 hónapban hogyan fejlődtek az első alkalomtól egészen az utolsó alkalomig. Az oklevelek mellett a legjobbak és a legszorgalmasabbak egy-egy ajándékutalványt is átvehettek az oktatók felajánlásának köszönhetően. A férjemmel ketten tettünk egy felajánlást 7 kis hallgatónak, mégpedig a Tánctudástár egy havi előfizetését kapták meg tőlünk. A Tánctudástár az egy olyan módszertani, néptáncolási
táncmódszertani felület, ahol kis filmekben segítséget nyújtunk a mindennapokban a táncpedagógusok felé. Ezek rövid, egy fél perces, másfél perces kis módszertani filmecskék, amelyek folyamatosan bővülnek, gyerekjátékok, táncelőkészítő gimnasztika, tehát minden olyan témakört érintünk, amit itt a hölgyek az elmúlt egy év során megtapasztaltak, tanulhattak. A programot az is színesítette, hogy a jelenlévők Kárpátalja különböző pontjairól érkeztek, a tiszapéterfalvai kistérségből például Mondics Benita, aki kiváló minősítést kapott. Én a Nevetlenfalvi Művészeti Iskolában és a Péterfalvi Művészeti Iskolában oktatok táncot, két tánccsoportom is van, amelyikkel most fogunk indulni a Szóla Fülemüle néptánc versenyen, és ha lesz lehetőségem, akkor biztosan mindenféleképpen még egyszer el fogok jönni erre a képzésre, vagy ha többször is lesz, akkor mindig itt fogok lenni. Saját tánccsoportomon is használom ezt a módszert, amit itt tudtam megtanulni Dóráéktól, és nagyon jól beválik a gyerekeknek is, nagyon tetszik, és én is nagyon szeretem alkalmazni. Megmaradásunk záloga kultúránk továbbadása. Ezért is fontosak az ehhez hasonló kezdeményezések. Emelte ki Buczkó István, Magyarország Beregszászi konzulátusának vezető konzulja. Kodály Zoltánt szeretném idézni, aki egyszer azt mondta, hogy a kultúrát nem lehet megörökölni. Azt minden egyes nemzedéknek újból és újból meg kell szereznie magának. Na most akár Kárpátalján, akár a Kárpát-medencében, hogyha azt szeretnénk, hogy fennmaradjon a magyar kultúra, fennmaradjon a magyarság szülőföldjén, szülőhelyén, a magyar azonosságtudat, a magyarságtudat megmaradjon, akkor szükség van arra, hogy ezt a kultúrát, a magyar kultúrát, amelynek szerves része a népzánc és a népzene, legyen, aki át tudja örökíteni. Mert ahogy Kodály mondta, megörökölni nem lehet, de átörökíteni, hogyha van, aki képes ezt, aki ezt elsajátította, ismeri és tudja, és képes arra, hogy továbbadja az ifjú nemzedéknek, az új generációknak, akkor ez a garancia, ez a kulcs ahhoz, hogy ez a közösség meg tudjon maradni, megmaradjon a magyarsága. A tervek szerint a képzést jövőre is folytatni fogják annak érdekében, hogy a Hagyományok Háza hálózat Kárpátalja még több hagyományőrző körnek segíthessen, ezáltal is támogatva a Kárpátaljai Táncház mozgalmat. Néptánc mozgalom van a zenei világban, illetve a kézművészet szekcióban is.